Üdvözlöm Önöket! A Forog a kamerában ezúttal fiatal tehetségeket és munkáit mutatjuk be. Ők az Entai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és a Bolyai Filmműhely tagjai. Köszöntenek benneteket itt nálunk, Berec Juditot, Orosz Kingát, Börcsök Norbertet és Körmeci Norbertet. Sziasztok! Mikor találkoztatok először a filmmel, a filmkészítéssel sorban? Először, amikor elsősek voltunk, amikor beiratkoztunk a Bolyaiba, akkor találkoztunk a filmezés eleve. Szerintem elég sokan jóban használtunk ilyen kamerát, vagy fényképezőgépet, de az nem olyan volt. És akkor találkoztunk. És mindannyian végzősök vagytok most jelenleg, negyedévesek, tehát akkor első évben már találkoztatok. Ez a 4 év alatt milyen fejlődésen mentetek keresztül, tehát mit csináltatok először, hogyan folyt a tanulás és a munka? Hát elsősorban ugye a filmműhelyünk úgy működik, hogy az elsősök, akik most jöttek be a filmműhelybe, az új tagok, ők fél éven keresztül tanulják a kötelező dolgokat, amit egyébként nem tudnak másképp megtanulni, de tapasztalati úton nem megszerezhet ez a tudás, és utána vágnak bele a filmkészítésbe. Hát mi is így kezdtük mindannyian, és azóta szerintem már nagyon sokat fejlődtünk, rengeteg filmfesztiválra járunk, és ott is mások munkájából is tudunk tanulni. És milyen részeit tanuljátok meg a filmkészítésnek? Minden részét, vagy pedig bizonyos emberek bizonyos dolgokra fókuszálnak? Hogy volt ez nálad? Hát itt először kipróbáljuk, hogy szinte mindent kipróbálunk, és aztán rájövünk, hogy nekünk mi az igazi, és akkor ez szerint mosztódik be a szerep. Ki van a kamera mögött, ki a kamera előtt, stb. És meg tudjátok ezt osztani? Nincs olyan, hogy mindenki operatőr szeretne mondjuk lenni, hogy én akarok, és akkor nincs, aki forgatókönyvet írjon. Nem tudom, mi által, de nincs, mindenkinek megvan külön a És szerepe. Neked mi az, amit te választottál? Hát inkább rendező, meg vágó, meg néha szereplő is, de inkább mindent csinálok. Szeretem az egész. Ez azt jelenti, hogy végül is kipróbáljátok magatokat mindenben, és kikristályosodik, hogy ki miben jó, nem? Te hogy voltál ezzel? Hát én mondjuk személy szerint kicsit később kapcsolódtam be az egész munkába, mint a többiek, kb. Fél évvel később, és nekem eleve a rendezés és a vágás állt közel hozzám, az operatőrködés annyira nem. És azért én is elsajátítottam, hogy egy operatőrnek milyen lenni. Utána mindenki eldöntette, hogy nekem ez nem fekszik, és akkor nem. Gondolom, hogy a csapatmunka a legfontosabb. Tehát ez úgy össze is hoz benneteket. Jól látom én ezt? Tehát, hogy egyedül senki se boldogul egy szám magában. Igen, ez így van. Persze. És ez mit jelent, hogy együtt találjátok ki? Tehát elejtől végig közösen dolgoztok akkor? Szerintem nem, vagy hát van, aki először kitalálja a történetet, és bemegy a tanárokhoz, hogy nekem van egy ilyen ötletem, és én ezt meg szeretném csinálni, utána szerez maga köré embereket, akik segítenek neki. No, milyen jellegű témák foglalkoztatnak benneteket? Hát szerintem ez mindenkinél változó. Mondjuk Norbi az nagy akciófilm van. Mondjuk, nem tudom, szerintem csináltunk már dokumentumfilmet is, kisjátékfilmeket is. Tényleg ez is nagyon széles skálán mozog, hogy ki mit érdekel, ez emberfüggő. Van egy téma, akkor végül is rá kell beszélni, munkatársakat kell találni hozzá, gondolom, hogy meg kell győzni. De itt elsősorban a tanárokat kell meggyőzni, mert hát minden eszközt ők biztosítanak. Ők mennyire partnerek, mennyire tartjátok őket megfelelő jó tanároknak? Kik azok, akik tanítanak benneteket? Hát két tanárunk van, Pót Imre és Horváth Mihály. Hát alapból úgy van, hogy van egy alapkoncepciónk, és azt velük közöljük, és hogyha úgy lássák, hogy ezt megoldható, kivitelezhető, akkor jóvá hagyják, és akkor jöhet a filmkészítés, és amiben tudnak, csak segítenek, és nagyon maximalisták.
És ez az akciófilm, ami mondjuk a te vénádban van, hogy úgy mondjam, hogy téged ez érdekel legjobban, ezt mennyire tudod megvalósítani? Tehát készítettél már akciófilmet? Készítettem, hát a legtöbb filmem legtöbb nincs olyan sok, de inkább akciófilm felé hajlok, de most az újabb filmeimben kicsit ilyen novellásszerű filmem van. Uh-huh. De azért kérdezem, mert gondolom, hogy nehéz úgy akciófilmet csinálni, hogy azok a technikai feltételek, amiket a nagy játékfilmekben látunk, azok nem adottak zentán. Persze. Akkor hogy? Ügyesen vagy? Lehetőségekhez mérten? Hát igen, sokat kell rajta gondolkodni, hogy most mi hogy menjen. Uh-huh. És honnan tudod, hogy hogy kell akció jeleneteket készíteni? Nagyon sok filmet néztem. Aha. Tehát az a titka, hogy sokat kell nézni, és a nagyoktól tanulni. Igen. És kik a kedvenceid, mármint akciófilmekben, kik a példaképek? Hát az nincsen. Nincs? Hm. Azért van egy film, amit elhoztatok, majd kicsit később beszélünk a kis játékfilmekről, de ott a több filmben is láttuk, hogy a golyó ugye utazik a levegőben, és az olyan gyorsan megy, hogy nem látjuk. Na, de a ti filmetekben is valahogy meglátszik az a golyó, lelassul, mint a nem tudom én mondjuk a Matrixban vagy, szóval most mondhatnék néhány ilyen filmet, hogy ezt azért gondolom a ti eszközeitekkel nehéz megvalósítani, vagy könnyű? Hát most, hogyha belevinném a kulisszákba mindenkit, akkor könnyű volt, mivel a YouTube-on voltak zöld hátteres animációk, amiket beleraktunk a filmre, filmbe. Uh-huh. Többféle műfajú, ugye ezt említettétek, tehát vagy a kis játékfilmek, amik akciófilmek is akár, meg mesterségekről is készített a filmműhely hát filmeket, meg dokumentumfilmeket is. Most azt vettem észre azok közül, amiket hoztatok, hogy zentához sok kötődik. Hát ugye természetszerű, ott oda jártok iskolába, gimnáziumba, de úgy bele is szövitek. Tehát van egy film, ez az Éj leple alatt című film, amiben akár a kilátót, az több ilyen kameraállásból is lehet látni. Mindig valahol megbújik a háttérben. Ezt tudatosan választottátok ki? Ezt tudatosan csináltuk így, hogy legyen az év mégis valami közel zentához, és hát részben a tanárok is így tereltek minket, hogy na, csináljunk egy ilyen képet, ahol látszik a torony, és többször is. Igen, a zentát is, hát aki nem ismerné véletlenül, akkor megismerheti, mert azért azokon az utcákon, meg azokon a tereken, parkokban vannak a felvételek. És hát ezt a filmet ki is készítette, melyikőtök? Én. No, hát úgy látom, hogy a természet rombolás ellen emeli fel a szavát. Jól látom én? Ez volt a cél? Ez volt, igen, a cél. Hát részben onnan jött az ötlet magáról, hogy voltunk Gödöllőn ilyen természetfilmfesztiválon, és onnan is nyertük az ihletet, vagy nyertem az ihletet, hogy ott mivel természetfilmfesztivál, akkor rengeteg természetfilmet néztünk, és akkor onnan jött, hogy csináljunk ki mi is valami természetközeli filmet, és hát igen, a természet rombolás ellen, hogy ne írtsuk ki a természetet, hanem éljünk vele együtt, és mert mi is a részei vagyunk a természetnek. Most ebben a filmben vannak állatok, amiket ugye megles a két szereplő. Ezeket az állatokat hogy vettétek fel? Ott vannak azok azon a környéken, vagy pedig egy kis ügyeskedésről van itt szó? Hát egy kis ügyeskedés. Hát ezt a filmet a filmműhely nyári táborában vettük fel az idei nyáron, és szerintem egy hét nem volt elegendő arra, hogy állatokat is felvegyünk a film egész története felvétele mellett, és ezt archív anyagokból vettük ki. Most az egészben, tehát érdekes ötletes, és hagyj ne áruljuk el, hogy mi a vége, de van a végekép, ami ugye először nem sejtünk semmit, csak látjuk, hogy nem stimmel valami, ahogy kizummol a kamera, minden kiderül. És ez a jó ötlet szerintem, úgyhogy ez teli találat. Ezt ki is vette fel? Én voltam. Te voltál az operatőre. Hát mire figyeltél a forgatás közben? Milyen instrukciók voltak? És ez a kép hogy készült? Elég nehezen készült, egy jó pár szóval kellett gyakorolni, hogy föntre az emeletre vettük föl, és akkor, hogy mindenki mozogjon, hogy
mindenki tudta, hogy mi a szerepe, csak voltak olyan, hogy elrontottuk. Én is, hogy zoomolni kellett kifelé, hogy volt kihívás benne valamennyi, nem nagy. De valami magas helyről vetted. Igen, az iskolának az emeletéről, a harmadik emeletéről lett fölvéve. Jól van. Hát én gondolom, hogy nézzük meg ezt a filmet, az Éj leple alatt című filmet, azután visszajövünk. Thank you.
Bolyai Filmműhely tagjai vannak itt nálunk, Zentáról jöttek, és hát megnéztük ezt a filmet, amiben Zenta megjelenik, egy másikban is megjelenik, Zenta az Álmod le a csillagokat című filmben. Egyértelmű üzenete van ennek a filmnek, és mi lenne az? Hát én eredetileg azt az üzenetet akartam közvetíteni ebből a filmmel, hogy a néptánc az jó is, és ennek a néptáncnak, a néphagyománynak egy gyógyító hatása van az emberre, és bármilyen búbánat elő a néptáncba tudunk menekülni, vagy ez segít a feldolgozni mindent. Te neked közeli a néptánc? Tehát jártál néptáncolni? Jártam, igen. Uh-huh. Hát körülbelül 6 évig néptáncoltam, csak utána egy betegség miatt abba kellett hagynom, és úgy gondoltam, hogyha én nem néptáncolhatok, akkor valamilyen úton, módon tudjam közvetíteni ezt a néphagyományt. Uh-huh. És akkor ehhez kitaláltál egy olyan történetet vagy helyzetet, hogy van egy lány, aki olyan szomorú és mélabús, és nem tudom, nem találja helyét, úgy azt tapasztaltam, járja az utcákat, és úgy szomorkodik. Igen. És aztán történik valami, mi történik? Utána jön egy ilyen belső hang neki, vagy hogy mert az egész filmben oda képzel egy táncos párt, minden helyszínen, Zentán, ahol járkál, és utána jön egy ilyen belső hang neki, hogy most már abba hagyom a szomorkodást, és inkább visszamegyek a néptáncosokhoz, és akkor beállok közéjük táncolni, hogy megpróbálok. És valóban, tehát energikusak, egy próbára megy be, én úgy vettem észre, és energikusak a fiatalok, táncolnak, és hát egyik se szomorkodik. Hát igen, mert szerintem a néptáncban nem is lehet szomorkodni, az egész néptánc egy olyan, ilyen vidám dolog szerintem. Na most, amit érdekesnek tartottam még, hogy van olyan felvétel, amikor a kamera is táncol, tehát a szereplőkkel. Ugye Bölcsök Norbert volt ennek is az operatőre. Ezt hogy csináltatok tehát? De ott van kéz is, tehát ott két ember táncolt, és a kamera, vagy hogy képzeljem én ezt el? Próbáltuk, hogy a kameramozgást úgy csinálni, mint ahogy mozgott a táncos, és akkor azokat a felvételeket, vagy ahogy látja az egyik a másikat. Az de rákötöttétek a kamerát? Nem, tartottuk, és akkor így a kezek úgymond nem a vállán voltak, hanem csak így mind át voltak nyúlva rajta, hogy... Aha. Hát, meg ezt egy érdekes módon vettük föl, hogy mondjuk amikor a fiú látszik, akkor mondjuk a néptáncos fiúknál ott van a lánynak a keze a fiú vállán, és akkor úgy volt, hogy a lány leült egy székre, és föltette a kezét, és a lány mögött ott volt a kamera, és a fiúval együtt mozgott. Uh-huh. Szóval azért nem volt egy egyszerű feladat ezt megcsinálni. Jól van. Hát akkor ennek a filmnek a címe, ugye Álmod le a csillagokat. Nézzük meg, azután visszajövünk. Mm-hmm.
vagyok az, aki nem jó, a fellegajtót nyitogató, áj, la 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 la. Nyitogatom a feleget, sírok alatta eleget, áj, la 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 la. Ifjúságom telik el, azért a szívem hasad el, az anyád ragyogós csillag. Ifjúság gyöngy koszorú, ki elveszti, de szomorú, áj, la 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 la. Ifjúságom telik el, azért a szívem hasad el, az anyád ragyogós csillag. Ifjúság gyöngy koszorú, ki elveszti, de szomorú, áj, la 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 la. De bolond volnék, ha búsulnék, ha búnak helyet adnék, áj, la 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 la. Én a búnak útat adok, magam pedig vígan járok, áj, la 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 la. Thank you.
A Bolyai Filmműhely tanulói tagjai nem csak ilyen jellegű filmeket készítenek, mint ez az előbbi volt, hanem konkrétan kisjátékfilmeket is. És ennek ehhez leginkább, vagy ez leginkább Körmöci Norberthez áll közel, mert ő rendezett több ilyet is. Az egyik ilyen az az Ez csak egy. Pont, nem tudjuk ez micsoda, de már sokat sejtető a cím, és biztos van benne valamilyen akció. Hát elrejt egy bizonyos cselekményt, szóval ez kiderül a végén, hogy mi is az a pont. Te vagy az egyik szereplő. Igen. De van színészi vénád, és jársz drámai csoportban? Hát jártam egy 5 évet, de aztán jött a középiskola, és akkor nem tudtunk egyeztetni időpontot, nem is volt nagyon szabad időm, és így abba kellett hagynom. De a filmen megjelensz, megjátszol. Persze. Na most ebben a filmben nagy szerepe van egy bizonyos lyuknak a falon. Gondolom, hogy ez a gimnázium épületében van felvéve. Hát, hogy csináltátok a lukat? Mit szóltak a tanárok, vagy akik felügyelnek? Hát azt is oda animáltuk. Nem igazi a luk? Nem. Azt a mindent. Mert azt láttam, amikor átbújik a kamera, mert van egy olyan is, hogy átbújik a lukon a kamera, hogy ott van animáció. Minden. De ugye maga a luk is, hát azt nem tudtam. No, és hát ketten szerepeltek benne, még Nagy Abonyi Szabolcs is, ő is gimnazista, ő... Dehogy, ő nem. Munkás ember. Uh-huh. Jól van. Miről is van itt szó? Tehát itt gondolom, hogy ne áruljunk el mindent róla, de azt azért árulhatjuk, hogy valóság és nem valóság között játszódik ez a dolog. Hát bukvásan úgy. Igen. És milyen akció jelenetek vannak benne? Hát itt jelenik meg a golyó, a pisztolynak golyó animáció, lelassítás. Igen, és ezon kívül még, hát elég erőszakos a vége, ugye? Vagy a vége felé. Hát, igen. De hát honnan van fegyver? Azt úgy kölcsönöztétek valakitől? Mert a fegyver is elő. Ez csak egy játékfegyver. Ez egy játékfegyver? Igen. Na jó, hát akkor én elárultam magam, nem igazán értek a fegyverek, de élethűnek hangzott a dolog. És hát mit árulhatunk még el anélkül, hogy lelőnék a poént erről a filmről? Hogy készült ez a film? Hát szépen fölvettük, és hát úgy volt, hogy a másik rész, ahol volt a fegyveres, az iskola épületében volt, az egyik tantermet beállítottak, mint egy szobát, szóval oda vittük az régi asztalt, fogast, stb., és akkor teljesen két helyszínen vettük föl, szóval úgy tűnik, mintha a másik szobában lenne, közben 3 kilométer távolságban a két helyszín közt. Aha. Hát lehet, a filmen lehet játszani. Hát igen. Nem muszáj, hogy ott legyen minden. Uh-huh. És ez a hanyadik akciófilmed? Ez már nem az első, gondolom. Nem, hát második, harmadik. Uh-huh. Jó, hát akkor lássuk ezt, hogy sikerült. Körmöci Norbert rendezte Ez csak egy valami című filmet, azután jövünk vissza. Bemegyünk, de lejünk.
Ez eddig nem volt itt. Jó, figyelj, nem fogom elmondani többször. Bemegyünk, te leülsz az egyik székre, még nem adok jelet. Mihás, megadom a jelet, lefogod az egyik ott lévő ember, túszul. Addig én kiszedem a pénzt a széfből. Utána elhúzunk, aztán a túszt le is lőgáltit akarod. Várjál! Talán csak nem hallgatózunk. Gyere elő! Oké. Szabadon. Köldött neked. Csak egy álom volt. A Bolyai filmműhelyesek elhoztak egy másik kis játékfilmet is, és ebben profi színészek játszanak. Kik ezek a színészek, milyen filmről van szó? Ki mondja ezt el nekem? Rendező? Nem, akkor elmondom. Hát ezek a Zentai Kamara Színház profi színészei, és először úgy volt, hogy nem találtam színészeket a filmhez, nagyon kétségbe voltam esve, de Juci segített, mondott egy nevet, hogy kit ajánlana nekem, ráírtam Facebookon, hosmint, kéne egy másik szereplő, ő elvállalta, és ott is volt a gondolk, ez nem vállalja le, az ama se, és akkor valahogy ő is talált egy másikat, az a pszichiáter a filmbe, és a harmadik a helyszín. Uh-huh. Köldött egy bizonyos helyszín, ami a filmben majd meg fog jelenni, és nem találtuk, és kiderült, hogy a Bolyai mellett van egy épület, ahol pont ideális volt. Uh-huh. És ez a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet? Igen. Igen. Sok-sok könyvet látunk, tehát az éppen jó ehhez a szituációhoz, ugye mondtad, hogy pszichiáternél vagyunk. Igen. És hát ez pont illik is. És érdekes is a kamera, hogy föntről a sok könyv között az emeleten, meg lejön, meg szóval érdekes. A Mayfly filmklubbal közösen készült ez, vagy ők készítették ez. Most hogy is van ez a Bolyai filmműhely, a Mayfly filmklub? Ezt valaki elmondaná nekem, hogy ez hogy van? Hát úgy volt, hogy a Mayfly közreműködésével lehetett megalakítani ezt a nyári tábort. Aha. Azt tudni kell a Mayflyról, hogy ők is egykor a Bolyai filmműhely tagjai voltak, tehát ők régi filmesek, és vissza-vissza járnak hozzánk, és segítenek, mentorálnak minket. Ezt így kell elképzelni. Uh-huh. Na most ez komoly, úgy látom, hogy komoly párbeszédek vannak benne, és forgatókönyv, az kiírt a forgatókönyvet. Én írtam. Te írtál mindent. Volt uh-huh. rá sok időm, hogy kigondoljam, hogy mi, hogy menjen. Uh-huh. És hát te instruáltad a színészeket is? Úgy
úgy történt ez a dolog? Mert hogy nagyon hihető, tehát jól játszik a két fiatalember, és van egy csavar a végén. Mindig van egy csavar a végén a te filmjében. Te törekszel arra, hogy nem lehet csak úgy, hogy valahogy véget ér. Igen, muszáj egy csattanó végén. Muszáj, hogy egy csattanó legyen a végén. Hát ennek is van egy csattanója, amit most nem árulunk el, hogy ez mi, de még annyit, hogy ez nem hangzott el, hogy kik játszottak végül is a filmben. Hát Virág György és Rutanics Róbert, profi színészek. Oké. No, hát nézzük meg ezt a filmet is. A címe Állarc. Dr. Váradi hivatja a következőt. Elvessék. Jó napot! Ó, jó napot! Nem, köszönöm. Nos, mik a panaszai? Hát, nem is tudom, hogy hol kezdjem. Nagyon régóta gyötör valami furcsa érzés. Pontosabban mi? Nagyon nehéz ezt így szavakban kifejezni. Megpróbálom körülírni. Szomorú vagyok. Nagyon régóta. Esténként folyton sírok. Reggelente bal lábbal kelek. Sose jön össze semmi. Nincsen sikerélményem. Meg örömöm sem. Bánatom, keserű életem. Nincs ötletem, mitől van ez? Gyerekkori trauma? Valami régi csalódás? Fogalmam sincs. De a csalódással kapcsolatban elmondanám, hogy egyetlen nő ügyem sem volt. Most 26 éves leszek, és még mindig aglegény vagyok. Azért jött, hogy segítsek magán, és én segíteni is fogok. Na, lássuk csak. Szokott nevetni? Sose nevettem igazán. Na, ezen könnyen segíthetek. Látta már Benny Hill Show-t? Igen. De nem hatott rám. Gálvölgyi? Az sem. Így jártam anyátokkal? Kicsit sem. Aj, na hát, ez így nehéz lesz. Na figyeljen! Egy hónapja érkezett a városunkba egy cirkusz, egy francia cirkusz. Épp ott voltam a családommal, múlt héten, és van ott egy vicces, nagyon jó humorú bohóc, Piero. A bohóc, aki mindenkit megnevettet. A közönség a műsorszám végén a földön fetrengett a nevetéstől.
ezt ajánlom magának. Menjen el, nézze meg. Nem fog csalódni. Garantálom, hogy földobja majd a kedvét. Nem is tudom. Ezzel lenne itt egy kis gond. Méghozzá az, hogy... Én vagyok Piero. A Bolyai Filmműhely tagjai nem csak kis játékfilmeket készítenek, hanem dokumentumfilmeket is. Ilyen Berec Judit munkája, az egyik munkája az Egészség két keréken. Két kerék, akkor ez csak is bicikli lehet, mi más lehetne. Mit szerettél volna ezzel a filmmel, mit örökítettél meg, mi az, amit bemutat? Ezt a filmet a nővéremmel közösen csináltuk az idei nyáron. Ezt egy kerékpár túrán forgattunk, az első barátság kerékpár túrán, ahol én Magyar Kanizsai vagyok, és Magyar Kanizsa testvérvárosait jártuk körbe 14 nap alatt. Ez körülbelül 1200 kilométer volt. És hát azt akartuk így ebben a nővéremmel üzenni ez a film által, hogy biciklizni jó, és inkább biciklivel menjünk bárhova, akár munkahelyre, akár a boltba, vagy valahova, mint mondjuk kocsival, vagy tömegközlekedéssel. És hát ahogy én látom, át akartátok adni ezt a hangulatot, mert itt ezek a kerékpározó emberek mind jókedélyű emberek, akik szeretik a természetet. Legalábbis akiket egyrészt megszólítottatok, másrészt hát ott vannak képek ezekről a túrákról, vagy erről a túráról. Milyen előnye van, elhangzik a filmben, de azért te mégis gondolom, hogy azon kívül, amit most mondtál, miért jó biciklizni, és miért lenne jó, ha mindenhol lennének kerékpárutak? Hát egyrészt barátságot is köthetünk a biciklizés által, másrészt mobilisabb a bicikli, mint mondjuk egy autó. Könnyebben tudunk egyik helyről a másikra jutni, és egyszerűbb biciklivel közlekedni szerintem. A filmben vannak külföldi példák is. Igen. Hol járnak előbbre? Ugye nálunk, tehát hol van ennek divatja valóban, vagy hogy ez életforma egyes országokban? Hát többek között Hollandia egy biciklis ország, ahol kb. Az ország fele biciklizik, vagy körülbelül fele, továbbá Dánia is egy ilyen ország, és ott rengeteg bicikliút van. Ez a túra főleg Magyarországon volt, és ott is nagy hangsúlyt fektetnek a bicikliutak készítésére, vagy bicikliutakon való közlekedésre. Nem úgy, mint nálunk, de nálunk is már kezdenek alakulni a bicikliutak is. Most, ha már itt tartunk, akkor össze tudod hasonlítani legalábbis Magyarországot, meg Szerbiát, vagy Vajdaságot ilyen szempontból. Milyen helyzet nálunk és esetleg Magyarországon? Hogy van-e különbség, van-e még fejlődni valunk, vagy teljesen jó minden? Szerintem van hová fejlődnünk, mert amennyit én járok biciklizni így Magyarországra, mert főleg Magyarországra járok én biciklizni, ott léptennyomon van bicikliút, így városok között is, de magában a városokban is. Hát nálunk még nem alakult ki ennek a hagyománya szerintem. Hogy találkoztál te a kerékpározással?
gondolom megtanítottak a szüleid, vagy hasonló, de mégis ez a túrázással, tehát hogy hosszabb távon is biciklivel mész, vagy kifejezetten túrázol, ez hogy alakult, mióta csinálod? Gondolom, hogy te is a csapattagja vagy. Igen, hát Kanizsán van a Természetjáró Egyesület, akik szoktak szervezni úgy kerékpártúrákat, mint gyalogtúrákat, és édesapám volt az egyesület elnöke hosszabb évekig, és ő általa kapcsolódtam be ebbe a biciklizésben. Szóval úgy látom, hogy a testvérek vagytok, ketten készítettétek ezt a filmet, hogy mind a ketten megfertőződtettek pozitív értelemben. Ki mit csinált ezen a filmen? Hát a nővérem volt a rendező és a riporter, én voltam a vágó és az operatőr. Igaz, az előbb mondtam, hogy nem annyira szeretek operatőrködni, de ezen a túrán nem volt más lehetőségem. Jó, hát egészség két keréke. Ez a címe a következő filmnek, azután jövünk. Gondoltál már arra, milyen lenne a Földünk kipufogó gázok nélkül? És arra, hogyan tudnál te magad a nagymértékű szén-dioxid kibocsátás ellen tenni? Mit látnál szívesebben magad körül? Ezt? Vagy inkább talán ezt? Te is nagy dolgokat tehetsz a környezetünkért, akár csak azzal is, ha reggelente biciklire pattansz és eltekersz az iskoládig. Hiszen a kerékpár is közlekedési eszköz. A kerékpár csendes, nem zavarsz vele másokat, és még jó kondiban is tart. Az autó nem tudja minden mobilitási igényünket kiszolgálni, ezzel szemben a kerékpárról nem mondható el ugyanez. Még élsportolónak sem kell lenned ahhoz, hogy bármikor biciklire ülhess és meglátogasd a nagyszüleidet, elmenj bevásárolni, szórakozni, vagy akár hosszabb, rövidebb kirándulásokra. A bicikli bárki számára könnyen elérhető. Magyar Kanizsán a kerékpározás intézményesített formáját a Természetjáró Egyesület látja el. A környezetvédelmet és a környezettudatosságot gyalogtúrák, kerékpártúrák, kirándulások szervezésével próbálják megvalósítani. Idén, 2015 nyarán egy nagyobb volumenű túrába vágtak bele, nem kevesebb, mint 1200 km megtételére vállalkoztak. 14 nap alatt 3 országot jártak be. Szerbia, Magyarország és Szlovákia természeti és kulturális szépségeiben gyönyörködhettek a túra alatt. A lelkes biciklisek a kerékpározásról, mint közlekedési eszközről is meséltek. Miért választ pont a biciklit? Mert a legalkalmasabb jármű arra, hogy ajtótól ajtóig egyszerűen, kényelmesen és gyorsan eljuss. Ha biciklire ülsz, elfelejtheted a hosszas dugóban állást, a várakozást és a parkolókeresést. Mert a legolcsóbb közlekedési eszköz. És még egészséges is. Sőt, környezettudatos. Mert bringázni jó, és együtt még jobb. Európa legnagyobb városai már évek óta nagy hangsúlyt fektetnek a kerékpáros közlekedésre, és ennek megfelelően bicikliutak, közbringa rendszerek is kialakultak. Hollandia és Dánia járnak ezen fejlesztések élén.
Tudtad például, hogy Koppenhágában a munkahelyre, iskolába igyekvő körében a 2012-es 36%-os szintről 2015-re 45%-ra emelkedett a kerékpárral közlekedők aránya? Az infrastruktúra fejlettsége azt is bizonyítja, hogy egy-egy városban a biciklis fejlesztések még több kerékpárost eredményeznek. Szép példa erre a biciklis ország Hollandia egyik városa, Delft, ahol 5000 férőhelyes bringa mélygarást építettek a pályaudvar alá, hogy minden munkába vagy hosszabb útra igyekvő lakos kerékpárja kényelmesen elférjen. A nyugat-európai biciklis hullám pár éve Budapestre is elért, ahol elkezdődtek a bicikliutak kiépítése, kitáblázása. A nagyváros terhelt útjai alól is megváltást nyújthat olykor-olykor, ha biciklire pattan az ember, és a zsúfolt tömegközlekedési eszközök helyett a csendesebb, kis utcákon át vezető utat választja akár saját biciklivel, akár a MOL Bubi közbringa rendszer egyik kerékpárját használva. Egyre több biciklis van Budapesten, mivel a város útjai rettentően terheltek, folyamatos dugók vannak, és úgy tűnik, hogy egy elég jó kis kerékpáros várossá kezd alakulni Budapest. Az elmúlt 15-20 évben nagyon sok fejlődésen ment keresztül, majd ti is meglátjátok. Most egy éve van körülbelül közbringa rendszer, lehet bérelni ilyen nagyon szép kis zöld bringákat, és sok kerékpárutat építenek végre a városvezetés. Ezt úgy tűnik, hogy kezdi észrevenni, hogy egy sokkal élhetőbb város az, ahol több kerékpáros van, és nem az autók vannak mindenhol, és a nagy forgalom. De nem kell ilyen távolra mennünk, hogy bicikliseket, kiépített vagy éppen épülő félben lévő biztonságos kerékpárutakat találjunk. Magyar Kanizsa és Török Kanizsa község területén is már bimbózik Európa EME formája. Kevesebb környezetszennyezés, lassan, de biztosan eljut az ember bárhova. Szerintem a bicikli igen gyors, kényelmes és bármikor használható. Elvesében meg szélben nem szeretek tekerni, de szerintem nagyon praktikus. Sokkal jobb, mint gyalog menni valahova, és egyszerű, mint autóval mennék. Egyszerű, gyors és élvezett biciklizni a természetben. Sokkal egyszerűbben át tudsz jutni bárhova, mert nem kerül zugóba, egészséget is ezzel megtartod, szóval kerékpározni a legjobb. A bicikli nem csak környezettudatos és kitűnő közlekedési eszköz, hanem még egészséges is. Együtt biciklizve pedig még barátokra is szert tehetünk hosszabb, rövidebb túrák alkalmával. Mert mozog az ember, rengeteg élményben van része, nagy szabadságot biztosít, és nem szennyezi a környezetet legfőképpen. A legjobb a biciklizésbe, attól függetlenül, hogyha csoportba is megyünk, a magány szerintem. Mivel el tudok veszni a saját gondolataimban, átkapcsolok úgymond ilyen robotpilótába, amit autóvezetés közben nem engedhetek meg, és csak úgy haladok az úttal, nézhetem a tájat, gondolkodhatok, elmélkedhetek, döntéseket hozhatok meg a jövőre tekintve. Szerintem a kerékpározás az nagyon jó kikapcsolódás. Kondíciót ad, hogyha rendszeresen csináljuk persze, és hát rengeteg szép tájra eljuthatunk így. Egyfajta mozgásforma, tehát egészséges. Megyünk, mozgunk, és úgy mozgunk, hogy élvezetes közben, tehát nem úgy mozogsz, hogy szenvedsz, hanem buli. Ennek is van egy varázsa, ugyanúgy, mint a gyaloglásnak, a gyalogtúráknak, vagy a motorozásnak, ennek is van egy varázsa, a kerékpározásnak is, szeretjük nagyon. Mint minden mást, a biciklizést és annak szeretetét is kiskorban a legjobb elsajátítani.
amióta én megtanultam, az volt a biciklizem. Így hát hobbiként kezdtem el így pár éve, és ugye természetjárókkal járok nagyon sokat. Amikor megtanultam biciklizni, szerintem olyan 3 éves lehettem. Hát így túraszerűen 2012-ben kezdtem el, mikor elindultunk a Balatonra. A Magyar Kanizsai Természetjáró Egyesület is arra biztat minden kicsit és nagyot, hogy kortól függetlenül csatlakozzanak kerékpáros mozgalmunkhoz. Losonci Bence édesapjával egészen pici kora óta teker, legfőképpen vajdasági tájakon, de ezen a túrán, dombokon, hegyeken át is. 4 éves óta van neki ez a kerékpár. Egy először egy kisebb kerékpárjon volt neki, az idén most jött ez a nagyobb. Annyit nem kell neki, ha nem bírnánk hosszabb túrákra menni, hogyha nem lenne így összekötve a kettő, és akkor kis biciklivel csak éppen otthon Kanizsán, ebben pedig hosszabb túrákra, 80-90-100 km-es túrákra bírunk menni. Kint vagyunk a természetben, nem bent a szobában, új barátokat szerez, friss levegőn van, és akkor persze még az egészséges testmozgás is egy fontos szempont, hogy kitartás, egész nap kerékpáron lenni, ami nem mindig sikerül. Ezt az érzés szereti nagyon, hogy emberek között van, barátok között van. Amellett, hogy kerékpározni alapvetően örömteli cselekvés, kutatások bizonyítják, hogy azon emberek, akik autó helyett a biciklit választják munkába járáshoz, javul a koncentrációs képességük, kevésbé stresszes napjaik vannak, és sokkal boldogabbak, kiegyensúlyozottabbak. Én munkába is kerékpárral járok, meg volt, amikor Budaörsre jártam dolgozni, akkor is biciklivel jöttem ki, amikor tehetem, csak biciklizek. Voltam Balatontól kezdve egészen Szlovákiáig, Magyarországon keresztül, ilyen szép tájakon. Bordba, munkahelyre, és a környező országokat is körbejártam már, hasonló kerékpáron is. És ha eddig azt hitted, kerékpárnak csak azt a járművet nevezzük, aminek 2 kereke és 1 kormánya van, valamint hosszabb utakon már nem elég kényelmes, és csak boltban lehet megvásárolni, tévedtél. Különleges közlekedési eszköz lehet a fekvő bicikli és a tandem is. Mert ez volt adott, egyébként imádjuk, András barátja készítette, és azóta mióta megvan, azóta a tandemmel járunk mindenhova. Vadáztam körülbelül két egyforma biciklit, és akkor a barátomnak megemlítettem, és 2 kerékpárból összeállított nekünk egy tandemet, és azóta ezzel közlekedünk, mert megszerettük azért is, annál is inkább, hogy ugye beszélgetünk útközben. Tehát ha 2 biciklivel mész az úton, akkor beszélgetni úgy tudsz, hogy egymás mellett hajtasz. Fönnáll annak a veszélye, hogy autó jön, elüt valami. Itt meg egy nyomtávon megyünk, 1 biciklünk, ketten is, akkor tudunk kényelmesen beszélgetni, nézelődni is. A kényelmes hajtás érdekében szereltem, csináltam, mivel hogy kerékpárt is kényelmesen érdemes hajtani, máskülönben ugye elüli magát az ember, és így fekve sokkal kényelmesebb. Egyszerű kerékpárokat hajtottam már évek óta, és azt gondoltam, hogy hát csinálok valami érdekeset is, ami többek számára érdekes, valójában számomra is. Meg próbáltam olyan anyagokat használni, például az ülés elkészítésénél, ami egy kicsit környezetbarátabb, mint egy fém, vagy egy karbon, vagy bármi, és fából készítettem el az ülést, semmi szögelés, semmi, csak ragasztással. Amit használunk, az el is romlik egy idő után. Legyen szó a háztartási gépeinktől kezdve az autóig. A kerékpárnál sincs ez másképp. Hosszabb utakon gyakrabban kell szembesülnünk defektekkel, kisebb-nagyobb károsodásokkal. De aki biciklivel nőtt fel, annak szinte a kisujjában van a szerelés minden csinja-binja, a zsebében pedig általában ott lapul egy belső gumi is. We'll be right back.
Amint láthattad, te is tehetsz azért, hogy élhetőbb legyen a környezeted, és ehhez nem kell drága holmikra költened, vagy komoly projektekbe fognod. Csupán az is elegendő, hogy kitolod az utcára a kétkerekűdet, és ezentúl ahová csak teheted, azzal mész. Amennyiben kedvet kaptál hozzá, akár a természetjárók túráiba is bekapcsolódhatsz, hogy velük együtt tekerve átéld még ismeretlen helyek és tájak szépségeit, valamint a csoportos közlekedés élményét. Folytatjuk a Forog a kamerát, igen komoly témákkal is foglalkoznak a bolyai filmműhelyesek. Az egyik ilyen az árvíz kapcsán, a Szerbiában történt árvíz kapcsán történt, tehát ezt a témát dolgoztátok fel, méghozzá az Obrenováci helyzetről forgattatok. Ezt a filmet Szakály László és Orosz Kinga rendezte és vágta, úgyhogy hozzád fordulok. Hogy került egyáltalán látókörötökbe ugye ez a téma, hogy kerültetek oda, helyszínre mentetek forgatni? Igen, hát ugye minden filmnél úgy kezdődik, tehát először elkezdünk ötleten, írunk egy forgatókönyvet, utána gyűjtünk egy csapatot, akikkel tudunk dolgozni, és utána valósítjuk meg általában a filmeket, fölveszünk, összevágjuk, stb. Na most ez teljesen másképp volt nálunk ennek a filmnek az esetében. Nyertünk egy pályázatot, ami arról szólt, hogy mi diákok elmenjünk Obrenovácra az árvíz után valamennyi idővel, és tehát készítsünk velük közösen egy filmet, ami arról szól, hogy ők mit éltek át. Tehát itt nem volt forgatókönyv először, tudtuk körülbelül, mit szeretnénk, és próbáltuk azt megvalósítani, és tehát így jutottunk el hozzájuk, és ott tudtunk velük közösen filmet készíteni. Jó, de hát az obrenováciak közül is nem bárkivel, vagy mindenkivel, hanem kifejezetten egy korosztályt kérdeztetek meg. Igen, tehát az volt a cél, hogy mi fiatalok hozzájuk, fiatalokhoz, középiskolásokhoz jussunk el. És velük szerettünk volna erről beszélni. És mi volt a tapasztalat? Hajlandóak voltak-e beszélni erről, vagy éppen jól esett nekik ezt kibeszélni? Hát szerintem úgy vettük észre, hogy tehát volt olyan, aki tényleg nagyon sokat tudott róla mondani. A fiatalabb generációk voltak azok, akik kicsit szégyelősebbek voltak, nehezebben álltak a kamera elé, de hát belőlük is van, mint ahogy észrevettük általános iskolásokból is. Volt, akinek nehéz volt erről beszélni, volt, akinek nehéz volt visszagondolni erre, de nagyon nyitottak voltak felénk, voltak nyelvi nehézségeink is, de nagyon kedvesen fogadtak minket, tényleg nagyon... Tehát nagyon elnézőek voltak velünk, úgy mondanám. És benned mi csapódott le? Milyen volt a helyzet akkor, és amikor ti forgattatok, akkor ezt hogy élték meg? Tehát, hogy ezt még mindig tragikusan, vagy már bizakodóan? Hát a filmünk is arról, tehát a filmünkben is azt az üzenetet közvetítjük, hogy velük ez megtörtént, átélték, nagyon rossz volt, de építenek, és tehát pozitívan állnak hozzá a jövőhöz. Mindannyian. A középiskolások és általános iskolások, ugye, akikkel forgattatok. Amikor ott voltatok, akkor milyen helyzetben voltak a házak, milyen volt a környék? Tehát akkor már rendbe hozták, vagy? Hát igyekeztek rendbe hozni, nagyon sok helyen folytak az építkezések is, de még mindig rengeteg olyan ember volt, akinek nem volt már otthona se, mert azt is elvitte a víz. Egy régi kaszárnyában is forgattunk, igaz, hogy nem olyan nagyon sokat, mert nem igazán szabadott, meg nem igazán, tehát szabadott, csak nem volt olyan ott a kaszárnyán belül, aki vállalta volna a szereplést, mert ott tényleg elég borzasztó körülmények uralkodtak akkor is.
ők nem kaptak még akkor sem, pedig tehát néhány hónappal már ez az árvíz után mentünk, de tehát főtételt nem nagyon fogyasztottak, ruháik nagyon kevés volt, amennyit csak éppen meg tudtak menteni, vagy adományokból kaptak. Ott nagyon kritikus volt a helyzet, viszont az iskolákban, meg hasonló helyeken tényleg nagyon pozitív volt minden, amit láttunk és tapasztaltunk. Hány napig tartózkodtatok ott? Gondolom, hogy nem egy napos forgatás. Nem, két napig biztosítottak nekünk szállást közel Obrenovachoz, és két nap teljes intenzíven tudtunk dolgozni. Uh-huh. Az operatőre ennek a filmnek Böcsök Norbert. Te mire fókuszáltál? Tehát próbáltad megörökíteni a helyzetet úgy, ahogy van, vagy szóval ugye lehet, az operatőr tud játszani is a képekkel? Úgymond, ez nem egyedi forgató, itt volt két operatőr, volt két kamerába vételeztünk, és akkor az szerint minden próbáltunk, minden ilyen, ami az árvízre utalt, próbáltunk fölvenni, és akkor, hogy minél több nyersanyagunk legyen, hogy könnyebb legyen a vágónak a dolga. Uh-huh. És az, hogy a hossza 9 perc körüli, ez a pályázati előírás volt, vagy így akartátok? Hát szerettünk, ugye rengeteg embert megszólaltattunk, és szerettük volna, hogyha mindenki benne van a filmben. Tehát, hogy elmentünk hozzájuk, elmondtuk, hogy mi fogunk róluk csinálni egy filmet, akkor nem szerettük volna azt, hogy aztán, amikor látják ők ezt a filmet, ugye majd Obrenovachon is be lesz mutatva, akkor, tehát nem szerettük volna azt, hogy bárki is kimaradjon belőle, mert azért csak odaálltak a kamera elé, és elmondták azt, hogy mi történt velük, ami szerintem elég nagy dolog tőlük. Tehát nem lett volna szép senkit kihagyni, és hát nem is kellett kihagyni senkit, mert mindenki nagyon jó szerepelt. Most ennek a filmnek van egy kerete. Ti szerepeltek az elején meg a végén. Hogy ez hogy jött ez az ötlet, vagy mit akartatok ezzel? Hú, hát... Tehát ezt az ötletet a tanáraink adták, hogy mi is szerepeljünk a filmben, mert ugye tényleg azt az üzenetet küldjük, hogy mi fiatalok, elmegyünk hozzájuk fiatalokhoz, viszont tehát amikor kész lett az egész film, akkor mi hiányoztunk valamilyen szinten belőle, mert ugye nem vagyunk láthatók a képeken, és akkor így szerettük volna megoldani azt, hogy tehát valamilyen módon mi is részt vegyünk ebben a filmben. Uh-huh. Jó, a címe a filmnek az, hogy legfontosabb, hogy összetartsunk. Ezt kimondja valaki, ugye? Igen, ezt egy kislány, az egyik középiskolás lány mondja tehát a riportból, amit adott, és onnan jött ez a... Nekem ez a mondat még mindig nagyon tetszik, és azért adtuk ezt a címet a filmnek. Hát mert ha mindenki maga csinálja, sehova nem jut az ember, de ha összefogunk, és mi is, meg ti is, meg mindenki valamilyen módon segít, akkor talán könnyebb helyrehozni a kárt, meg a tragédiát, ugye? Jó, hát nézzük meg, legfontosabb, hogy összetartsunk, ez a film címe, azután még visszajövünk. Obrenovachon forgatni szerintem egy nagy kihívás volt az egész filmműhely számára, mivel először forgattunk ilyen körülmények között. Nehéz volt úgy a filmezésre koncentrálnunk, hogy közben láttuk, hogy más emberek mindenüket elvesztették. Szerintem mindjárt számára egy örök élmény marad. Nagy megtiszteltetés volt a számunkra, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy Obrenovachon forgathassunk. Megrázó volt látni az embereket, akik elveszítették a házaikat. Viszont csodálatos dolog, hogy ezek az emberek nem a múlton siránkoznak, hanem a jövőjüket építik. Obrenovachon szinte az összes lakos elvesztette az értékeit, de akadtak olyanok is, akinek még a házukat is elvitte a víz. Ők jelen pillanatban kaszárnyában élnek. Nagyon megrázó volt Obrenovachon lenni, hisz láttuk az embereket, hogy elvesztették mindenüket, és csak a hit maradt nekik, abból építkeztek. Nagy kihívás volt Obrenovachon forgatni, de egyúttal rengeteg tapasztalatot szereztünk, amit a későbbi időben hasznosíthatunk.
Sve je kao u Noevoj barci bilo. Nad grad crnih oblaka jato se svilo. Rešilo nebo da potopi svet, da na zemlji ne ostane ni cvet. Ne postoje odbrane ni prepreke da pobede snage reke. Ona sve pred sobom nosi. Trče ljudi, uznemireni, bosi. Zvuk nabujale reke kao oštar mač preseca dečiji plač. Dok reka ubrzano nadolazi, staroj baki iz doma se ne odlazi. Psi uplašeno cvile, a narod gleda u kuće što su tu nekada bile. Gde, kuda i kako sada, kada nema našeg grada. Dok slike i uspomene voda briše, ubrzavaju se kapi kiše. Dave se voćke zrele i sočne, ne pobeđuju dve reke moćne. Ulicom plovi plišani meda, kojeg sestra nikom ne da. Gledam u stvari pune mulje i blata i polomljena vrata. Od svega što je majka mukom stekla, za par minuta odnela je reka. Po zakonu što sudi strogo, života izgubljeno je mnogo. Ostaje rana koja peče, da nikada ne zaboravimo to veče. Katastrofa. Znači, užas je bilo. Oko 2 sata ujutru sam je čula kako viče niz ulicu, da se svi bude i obukla sam se i sišla dole, očekivajući najgore, izašla napolje i livada, jedno 15 metara od naše kuće, je izgledala kao jezero. Ti trenuci kada ne možeš da, ne znaš gde su ti ni roditelji, pošto su i mama i tata ostali u Obrenovcu, ne znaš gde su ti roditelji, ne znaš gde su ti najbliži, ne znaš gde su ljudi koji te okružuju svakodnevno i ne znaš da li su dobro. Kada je tu počela da dolazi voda, već je postala ozbiljna panika, zato što tu prilikom one poplave 81. godine apsolutno ništa nije bilo poplavljeno. I, kao što rekoh, nastala je dosta velika panika, voda se podigla do neka 2 metra, bili smo zaglavljeni jedno 4-5 dana. Smatrali smo da je to neki najviši deo u Obrenovcu, gde neće doći voda, ali je krenulo, znači poplavljeno je sve. Zatim smo čekali tu ceo dan bez struje, vode, bez hrane, bez ičega, dok nisu došli čamcima da nas evakuišu. Zatim smo čekali na evakuaciju helikopterima koja je jako sporo išla zato što je bilo mnogo ljudi, mnogo bolesnih, starih i dece. Sve brzo desilo, nismo ni znali šta se dešava, voda je odjednom samo počela da dolazi, onda evakuacija i sve to, neki su čekali malo duže, mi smo na primjer dan čekali. Tamo gde smo bili, bila je stvarno visoka voda, jedno 2 metra. I mi smo čekali jedno 4 dana dok se voda povukla do 1 metar i onda su, pošto smo mi u jednom okolnom selu kod Obrenovca, onda su ljudi iz tog sela palili traktore i izvlačili ove ostale koji nisu mogli da se izvuku zato što čamci jednostavno nisu dolazili, kao da su zaboravili na taj deo. Ja sam bila kući, gledali smo televizor, videli smo snimanje dok nije nestala struje. Evakuisana sam helikopterom, pošto živim u Belom polju, nisam imala pojma o kako je bilo drugima. Ako mene dok nisam s helikoptera videla snimak, sve je bilo brano. Videla su se možda samo krovovi zgrada i kuća, drveće, ponegde se video zelenila što je ostalo nepoplavljeno. Što ljudi koji nisu imali kuću na sprat, dolazili su kod nas na sprat i pošto njima sve bilo poplavljeno i onda smo se evakuisali zajedno. Mi smo krenuli sami da se evakuišamo, išli smo kroz vodu jedno sigurno 500 metara do čamca koji je prevozio ljude na sigurno i kada smo stigli do tog hotela gde su nas čekali autobusi koji bi nas odvezli dalje do Beograda, tamo je bila velika masa ljudi koja je čekala svoju porodicu i iščekivala da li će se vratiti živi, jer je to stvarno bila katastrofa i onaj ko to nije doživeo ne može da zna. Uvek
gledam optimistično i ne gledam nikad joj šta će biti, kako će biti, kako će se završiti, nego gledam, idem uvek pravo, gledam pravo, pozitivno, bit će dobro, sve će se srediti, šta je bilo, bilo je. Pa u tom trenutku vrlo tragično, jer ostati bez kuće je stvarno strašno, ali vremenom idemo pozitivnije kroz život i shvatam da će se svi ti problemi, sve te materijalne stvari srediti, jer bitno su sad svi živi, zdravi i na okupu. Bilo je strašno gledati, ali najvažnije je držati se zajedno. A Bolyai Gimnázium és a Bolyai Filmműhely végzősei a vendégünk. Negyedikesek vagytok, hát nagyon sok mindent elértetek ebben a 4 évben. Olyan sikereitek voltak, hogy tényleg meg lehet irigyelni, számos díjat kaptatok. Itt az asztalon is áll 1-2, meg hát van olyan is, amit nem hoztatok el. Meséljétek el, hogy ki miben jeleskedett az elmúlt évek során, te például miben? Én a legfőképp operatőrködtem, abból értem ilyen kisebb-nagyobb sikereket el. Az országos diák filmfesztiválon ország a legjobb operatőrnek lettem választva, aminek nagyon örültem. Melyik munkád alapján? A küldetés alapján kaptam a díjat. Uh-huh. És többiek? Te is, Judit, valamit? Én a Számod le a csillagokkal szereztem eddig rengeteg díjat, mert a másik kettő az idei nyáron készült, és azokkal még nem tudtam annyi versenyen részt venni. És ez a néptáncos filmmel az Országos Filmfesztiválon kaptam a legjobb hanganyagnak járó díjat, valamint szintén Belgrádban kaptam a Néprajzi Múzeumtól egy külön díjat, amiben az állt, hogy a népművészet egy új szemmel felfogva, vagy modern szemmel felfogva, valamint Topolyán a Néprajzi Fesztiválon kaptam 3. helyezést. Uh-huh. És ezek a díjak, amik itt az asztalon vannak, ezek micsodák? Hát ezt főképp a filmműhely kapta a különböző filmfesztiválokon, tehát van, hogy küldünk több filmet, és kapunk, tehát ilyen műhelydi, a legjobb filmműhelynek jár szerint. Uh-huh. Így tudom. Mit látunk itt? Tehát Göcsej? És a Szavária Filmfesztiválról. Uh-huh. Ezekről mit kell tudni? Tehát diákoknak szólnak, vagy kiknek szól ez a fesztivál, és akkor ahol itt ilyen jól szerepeltek? Hát nem feltétlenül diákoknak, profi filmesek is szoktak filmeket küldeni. Uh-huh. És ti minden évben kaptok díjat, vagy ez most itt különleges alkalom, vagy ennyire jók vagytok, hogy mindig vannak díjak? Hát nem az első alkalom, és reméljük, hogy nem is az utolsó. Idén volt egy évforduló is a Bolyai Filmműhelynek, ugye? Mi volt ez az évforduló? Melyikőtök mondja el? Idén volt 10 éves a filmműhely, és akkor ennek keretében volt egy nagy rendezvényünk áprilisban, és itt az asztalon látszik egy könyv, amit erre az évfordulóra adtunk ki, és benne vannak a 10 év alatt készített filmek, és a díjak is, amit a 10 év alatt kaptunk, valamint írásaink, saját írásaink, valamint neves emberek is
írtak bele, például mint Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke. Neked belenéztem, tehát tényleg híres emberek, mármint filmesekkel is találkozott a filmműhely, vagy a filmműhely tagjai, Sára Sándortól kezdve, Koltai Róberten keresztül, tehát több ismert színésszel vagy rendezővel, úgyhogy volt kitől tanulni. Hát megkérdezném még így a vége felére, hogy ki mivel fog foglalkozni a folytatásban, hogy ez már elhangzott, hogy végzősök vagytok, tehát vajon folytatódik-e ez a filmes tevékenység, vagy netán megszakadt, tehát milyen terveitek vannak, Norbi? Hát nekem alapból képzős szakon vagyok, és a képzőművészetnek és a filmművészetnek az egyvelegét próbálom összegyűjteni és úgy tovább tanulni. Hát jelenleg a Molli Nagy Iparművészeti Egyetemet tűztem ki célul, média design szakra mennék. Média design. Ez vajon mit jelent? Tehát, hogyha valaki mondjuk nem tudja, mert fiatal, vagy nem ezekben a körökben forog, akkor ez még mit fogsz csinálni, hogyha ezt elvégzed? Hát tömören reklám. Minden, ami újságcikkek, web design, szóval ilyesmi. És az akciófilmekkel mi lesz? Majd. Valahogy kreatívan belevonom. Majd a reklámfilmekben megjelenik az akciók. Igen. Jól van. És a többiek? Judit? Én is szeretnék így a filmezésben benne maradni, de hogyha ez a tervem nem sikerül, akkor valószínű tanári pályára fogok lépni. Uh-huh. Inga? Hát én, nekem nagy álmom, hogy tanár legyek, de viszont lehet, hogy filmművészetet tanítanék, viszont hogyha nem, akkor hobbi szinten mindenféleképpen szeretném, hogyha megmaradna ez a filmezés és filmkészítés. Másik Norbert, Börcsök Norbert? Én csak hobbi szinten fogom művelni a filmezést, mert nem ilyen szakra akarok tovább menni. Uh-huh. Milyen műszaki valamilyen? Műszaki. Uh-huh. Műszaki pályára lépsz. Igen. No, hát az illik hozzád is. Hát operatőrködni, meg gondolom, hogy vissza fogsz térni a bujaisokkal dolgozni. Én sok sikert kívánok mindenkinek a folytatáshoz, meg hát foglalkozzatok filmmel. Köszönöm. Én köszönöm, hogy itt voltatok. Berec Judit, Orosz Kinga, Börcsök Norbert és Körmöci Norbert. Ők voltak a vendégeink. Önöknek köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra.